A Csíkszeredai Kvab zenekart nem kell különösképpen bemutassuk önöknek, hisz nem is olyan rég jártak nálunk a stúdióban. Azóta a teljes odaadással a nagylemezükön dolgoznak, és hamarosan ki is adják ezt. A nagylemezről, az új klipről, tervekről kérdezzük Lőrinc Árpádot, akit most virtuális terünkben köszöntünk. Szia! Szia! Sziasztok! Sziasztok! Örülünk, hogy újra találkozunk. Hogy vagy? Hol hagytad Esztert? Én Csíkszeredában vagyok, Eszter pedig Kolozsváron, neki sok tanulnivalója, vagy igazából ők az egyetemen vannak, a színin, nekik órák, azok bent vannak az egyetemen, készülnek a vizsgákra, én pedig hazajöttem, hogy az államvizsgámat itthon könnyebb írni, meg hát kicsit zenélgetek itt a stúdióban, ezt így könnyebb elintézni. Januárban voltatok utoljára nálunk, és azóta végre volt egy élő fellépésetek Csíkszeredában. Milyen volt újra színpadra lépni és megérezni a nézőknek a lüktetését? Nagyon szuper volt, főleg a legjobb az volt, hogy csak nekünk volt a koncert. Tehát nem az volt, hogy volt egy fesztivál, volt egy esemény, és mi is felléptünk, hanem kizárólagosan Kvab koncert volt, ami meg volt hirdetve, amiről tudtak az emberek, és jöhettek. Hát körülbelül egy olyan 70-80 szemét satszolok, hogy eljöttek, és nagyon jó hangulat volt, tehát tényleg másfél óra, amikor csak ott a színpadon, mi és a közönség, jó érzés volt, hát legalább egy 4 hónap után, 5 hónap után volt újra koncert. És zenekari szinten ugye a teljes gőzerővel az új lemezre koncentráltok. Hogy álltok a munkával? Mikor lesz a nagy premier? A munka az be van fejezve, az anyag kész van. Június 11-én, tehát pénteken érkezik a nagy lemez. Ez csak a YouTube premier. Valószínű majd a megosztó oldalakon is, a stream oldalakon is meg lesz. Azt még nem tudom pontosan, hogy mikor tudom feltölteni, de június 11-én a dalok azok nyilvánosságra kerülnek. Mi lesz a különlegessége a nagylemeznek? Mire számíthatnak a rajongók? Hát nem tudom, hogy kinek mi a különlegessége. Én például azt szeretem nagyon ebben az anyagban, hogy minden dal valamiért nem talál bele a lemezbe. Tehát, hogy nagyon furcsán hangzik, de amikor készítettük, akkor ott körülbelül már kész volt 7 dal, és akkor kezdtük azokat a dalainkat keresni, mert hogy még nagyon sok anyagunk van, tehát hogy 10 dal került fel a lemezre, de lehetett volna 15-16 dalos lemez is. De kezdtük akkor keresni azokat a dalokat, amik valamiért megint csak kijutnak a többi közül, hogy legyen 10 különféle stílusú, hangulatú dal, és nekem ez tetszik a legjobban, hogy mindegyik dalon látszik, hogy gondolkodtunk rajta, van benne valami extra, és emiatt különleges ez az anyag. És akkor mesélj az új dalról, ketten a fülhallgatóval, aminek a klipjét hamarosan meg is mutatjuk. Ez a dal, ez már egy éves máskülönben, tehát tavaly áprilisában, mikor voltak a nagy lezárások, akkor mi Eszterrel kimentünk a Hargita fürdőre, egy ilyen alkotótábor, ketten voltunk, tehát mindig ketten zenélünk, de elneveztük alkotótábornak, és a szöveg az már megvolt, ott tettünk rá egy ilyen zenei alapot, egy akusztikus változatot, és augusztusban, vagy szeptemberben, nem emlékszem pontosan, vételeztük a dalt Udvarfalván, a Noise Brush stúdióban, Kacsó Tibinél, és miután kijött az Ágyban Kávinak a videóklipje, beszéltük rögtön le Csíki István Zsolttal, hogy akkor még egy videóklipet szeretnénk, és melyik dalról. Elküldtük neki a változatot, és elég hamar jelentkeztek, mondta, hogy szeretné bevonni a párját is, Márton Erikát, és ők ketten álmodták meg ezt a piros kábel SD dolgot, ami majd a klipben mindenki láthat. És hát igen, felmentünk ugyancsak Hargita fürdőre, tehát a klip az ott lett leforgatva, ahol a dal meg lett írva, és áprilisban forgattuk le a klipet, és 2 hete került fel a YouTube-ra. Mesélj egy kicsit a klip forgatásról. 600 méter kábelt használtatok fel? Nem gavajottatok bele? Így van, 600 méter, és a legrosszabb az volt, hogy a
voltak a srácoknak a fejében, tehát Zsoltnak és Erikának a fejében voltak biztos jelenetek, amit tudtak, hogy be akarnak tenni, és ilyen volt a fürdőkádas, tehát amikor a fürdőkádba Esztert belepjük a 600 méter kábellel, és ezzel kezdtünk, mert hogy ez ha megvan, akkor ezt vegyük fel. És akkor a 600 métert ezt oda bedobtuk, és másnap, amikor a konyha jelenetekhez kellett felakasztogatni a kábeleket, akkor azt a bog kábelt, azt úgy ki kellett bogozni. Oh. Úgyhogy a dal arról szól, hogy nem fogja senki kibogozni, hát ez történt a klip alatt is, hogy volt, aki díszletet szerelt, volt, aki húzta a kábeleket, és vagdost teszette ki a nagy bogból. Ennek ellenére nagyon hamar ment, tehát nagyon mindegyik képet, amit felvettünk jelenetet, azt hamar felvettük, meg lehet, láttuk benne, hogy működni fog, és a vágás is, talán a harmadik, negyedik vágásra már azt mondtuk, hogy kész a videoklip, tehát nagyon szuperül, jól ment. Milyen üzenete van a dalnak, amúgy mit akartatok mondani ezzel a dallal és a klippel? Én amikor kész lett a dal, akkor... Hát egy jó fél évig azt hittem, hogy ez arról szól, hogy én mennyire utálok kábeleket bogozni. Mert hogy itt a saját stúdiónkban, amikor vételezünk, akkor mindig az van, hogy elmegyünk valahova koncertezni, és visszajövünk, akkor van a táskánkban, a dobozunkban egy nagy bok kábel. És azt én utálom. Tehát inkább berendezem a stúdiót, visszarakok minden cipelek, de azt a nagy bok kábelt én nem szeretem szétbogozni. És akkor ezt mindig Eszternek hagyom át, ezt a nemes feladatot. És én azt hittem, hogy erről szól a dal, aztán egy tehetségkutatón az egyik zsűri világított rá, hogy milyen jó a dal, hogy arról szól, hogy az arról a pillanatról, amikor két ember egymásra talál, és ugyanaz az érzés van, az a pillantás, és hogy igen, igazából erről szól a dal, amit utólag megtudtam, hogy az a amikor ketten vannak a világ rajtuk kívül, és egymásra talált két személy, meg hát Eszter az utóbbi időben ő próbál ilyen pillanat dalszövegeket írni, tehát például az ágyban kávé is arról szól, hogy a reggeli felkelés, a ketten egy fülhallgatóval, hogy ez az a pillanat, amikor két ember csak egymással foglalkozik, és még vannak ilyen dalok a lemezen, hogy van ilyen lustálkodós dal is, meg hasonlók. Mit terveztek a nyárra, a közeljövőben? Hol lehet majd látni, hallani titeket? Jelenleg van 4 koncertfelkérésünk, ebből ha minden jól megy és megtartják, és ha csak rajtunk múlik, akkor az egyik az Gyergyószent Miklóson, az egy festen, és lehet, hogy a Csíkszeredai Jazz Fesztiválon is megfordulunk. Viszont az a gond, vagy a nehézség, hogy Eszternek most a június az szesszió, utána elmegy Korzikár workshoppal, szintén egy színművészet is workshopra, nekem pedig akkor van az államvizsga védésem, tehát én július 15-e körül kell, akkor jön haza Eszter is, és akkor van 2 hét, ahol be tudtuk sűríteni ezt a 4 koncertet, és utána pedig megyünk ki Magyarországra, Eszter Debrecenbe, én pedig Miskolcra. Ugye nyaralás, valami szabadidős foglalkozás lesz, belefér? Hát, és mit csináltok Magyarországon? Akinek 2 szakmája van. Hát akinek 2 szakmája van, annak nem igazán fér bele a nyaralás is. Eszter dolgozik a debreceni Csokonai Színháznál, egy darabban játszik, én pedig 3 hónapot fogok kint tölteni egy miskolci lóklinikánál. Hóha. Hát akkor amúgy ügyesek vagytok, de az összes kalappal. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, sok sikert nektek, szép nyarat, sok sikert az államvizsgához, és akkor most szerintem ne fokozzuk tovább a hangulatot, hallgassuk meg a Ketten a fülhallgatóval című klippeteket. És üdvözöljük Esztert! Köszönjük szépen! Átadom, köszönjük szépen! Szia! Szia!